Sziasztok! Amint látjátok, mi már gondoskodtunk a téli tüzelőanyagról. Méghozzá próbáltunk olyan tüzelőanyagot választani, ami a lehető legoptimálisabban ég el. És nagyon bevált nekünk a múlt télen ez a fabrikett, amit itt helyben préselnek, az egyik ismerősömék. Ezt a megoldást azért nagyon-nagyon kedvelem, mert nagyon egyszerű vele begyújtani, és nem kell megvárni, hogy lángoljon, hanem miután belángolta a kazánban, onnantól kezdve le lehet zárni, és nem megy ki a kéményen az energia, hanem gyakorlatilag lezárt kazámban, amikor ez panázslik, akkor, akkor visszamaradott, és teljesen hasznosulni tud. És most még ebben az időszakban olyan kedvező áron beszerezhető, hogy azt gondolom, hogy köszönő viszonyban nincs a fa ára ennek az árával. Tehát ne keverjétek össze a boltban 900 forint per 10 kg áron kapható fabrikettekkel, mert ennek jóval kedvezőbb az ára. Itt a videó alatt meg is adom a gyártó telefonszámát, és tőlük érdeklődhettek az aktuális árakról. Ilyen zsákokba csomagolják, és tavaly még összekötözték, most már le van zárva, tehát össze van olvasztva, és gyakorlatilag teljesen hermetikusan zárnak ezek a zsákok. Ez nagyon fontos, mert így gyakorlatilag a szabad térben, amit látjátok, ahogy én is. Természetesen egy ilyen takaró tettem rá az esőzés meg a havazás miatt, de így szabad térben lehet tárolni, anélkül, hogy nedvességet venne magába. Ha nedvességet vesz magába, akkor, akkor megduzzad, és onnantól kezdve már nem olyan jól használható, úgyhogy ezt kerülni kell mindenképpen. Én úgy szoktam begyújtani vele, hogy egy kis szesz, vagy alkoholt csorgatok rá, az ugye tisztán ég, kék ég, és utána egyszerűen csak begyújtom, az belángol, és annyi pont elég hozzá, hogy elinduljon ez az egész folyamat, és onnantól kezdve, amikor raktok mindig rá a parázsra, akkor tökéletesen jó ég. Ezután a fabriket után alig kell homuzni. Azt már többször említettem nektek, hogy a vegyes tüzelésű kazánról áttérünk a pellet kazánra. Ez egy olyan pellet kazán, amit vásároltam, ami tud elektromosan is fűteni, tehát van benne egy elektromos fűtőszál, lehet vele az oldalán elhelyezett pellet égőfejjel tüzelni, és ezzel párhuzamosan fával, vagy ilyen fabrikettel is lehet benne tüzet gyújtani, és nagyon kényelmes. Én azt tervezem, hogy napközben ilyen fabrikettel tüzelek, ugye akkor rá tudok tenni, és amikor nem vagyunk itthon, vagy éjszaka, amikor már nem akarunk kijönni, akkor pedig beállítom a pellet adagolást, és a pellet égő folytatja az üzemet. Abban az esetben, ha hosszabb ideig vagyunk távol, tehát a pellet tartály sem lenne elég, ami körülbelül egy 3-4 napot kibírna, akkor pedig az elektromos fűtőszállal működik a kazán, ami azt jelenti, hogy ha távol vagy vagyunk néhány hétig, akkor beállítom, hogy ne fagyjon el a rendszer, egy olyan 5-10 fokra a, a fűtést megoldja a vályogépületben, ami nem nagy energia, és így megvan oldva ez a probléma is. Tehát sok problémát pipálunk ezzel a megoldással ki meglátjuk, hogy sikerül-e ebben az évben beszerelni. Ha igen, akkor majd megosztom a tapasztalataimat veletek, hogy hogyan is sikerült, hogyan működik ez a tényleg nagyon-nagyon sokféleképpen használható kazán. Na, úgyhogy nektek is azt javaslom, hogy idejében gondolkodjatok, mert kb. 50%-a drágább, amikor az emelt táron lehet megvásárolni ezeket a fabriketteket is, mint amennyiért most elérhető. És nagyon örültem neki, hogy még most szeptemberben is áron meg tudtam venni, mint nyáron. Nekünk durván azt számoltam, hogy mivel most már folyamatosan idehoza vagyunk, eddig ugye félüzemben voltunk, tehát elmentünk itt dolgozni, de itt a mostani vírushelyzet is, meg, meg az is, hogy a feleségem is ugye most már office-ból dolgozik, ezért folyamatosan tüzelni kell majd télen, ezért úgy döntöttem, hogy legalább egy olyan 200 zsákra szükség lenne, Na, hát ebből 170 zsák sikerült. Aztán meglátjuk, hogy milyen telünk lesz. Én arra számítok, hogy még maradni is fog ebből a tél végére, mert tényleg nagyon hatékonyan lehet ezzel tüzelni, és egy jobban kedvelem, mint a fát, mert száraz fát kapni a piacon, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ennek a fabriketnek a nedvesség tartalma szinte a nullával egyenlő, és egy olyan présben présedik össze, ami nem használ semmiféle ragasztóanyagot, hanem gyakorlatilag így csak az összepréseléstől áll össze ez a, ez a De mindjárt meg is mutatom nektek, hogy milyen anyagból készül, mi az alapanyag. Itt pedig a kisállott hordozónk látható, amiben nemrég két macsakot hoztunk el édesanyámtól. Itt is készítettem nekik a vizet és az ételt. Először azt terveztem, hogy a padláson engedem őket szabadon. Meg annyira meleg volt fönt, hogy nem kénzom őket, inkább itt az udvaron engedem el. De annyira megviselte őket az utazás, hogy ahogy kiengedtük őket, azonnal szétszélettek. Ketten-két irányba, viszont itt látok. Friss madártólokat, úgyhogy lehet, hogy az volt az első akciójuk, hogy itt lerendeztek egy madárkát. Elég jó egerészők, úgyhogy ezért hoztuk őket, mert egyszerűen nem bírunk már az egerekkel. Így hát, ha előre vagytok, akkor nem csak a fűtéssel foglalkoztok és a téli tüzelőt szerzitek be, hanem beszereztek egy ilyen egerésző bandát is, hogyha nem akartuk küzdeni egész télen az egerekkel, mint ahogy mi ezt folyamatosan tesszük. Eddig macskák nélkül, viszont most már nem látok más rá, csak azt, hogyha hozok pár ragadozót, amelyek lerendezik őket, mert ez már nem mehet tovább. Igen, valóban ez a vályokházak eddig hátránya, hogy ha elhagyatott helyen van a házatok, vagy a szomszédban elhagyatott házak vannak, akkor, akkor nagyon sok sajnos a rákcsávó. Kicsit úgy tűnik számomra, hogy rossz kiképzést kaptak a macskáink, mert megint madártólakba botlottam, és ezek is frissnek néznek ki. Úgy tűnik, hogy a madarakat vadásszák, és nem az egereket. Hát ez elég szomorú számomra remélem, hogy megtalálják majd az egérkomákat is, és azokat is elkezdik ilyen intenzitással vadászni. Ígértem, hogy megmutatom, milyen alapanyagból készülnek a fabrikettek. Most ilyen alapanyagból készül. Ez most azért van itt ebben a ládában, mert az utánfutóban volt egy kiszakadt zsák, amit mi ott szabadon hagytunk, közben jött egy eső, és sajnos megszívta magát vízzel, ilyenkor szétbomlik ez a fabriket és most ezt szárítjuk itt. Semmi probléma, mert ugye mi wc vécét használunk, és ez tökéletesen megfelel. Tehát, hogyha nektek is wc van, akkor ehhez is fel tudjátok használni. egy Kicsit hagyjátok kint a párás nedves levegőn, és így szét fog málni. Sőt, szét is lehet akár morzsolni ezeket a fabrikett darabokat. Ez, ez néhány darabból van, tehát iszonyatos módon össze van préselve. Az most össze lenne préselve, akkor ez egy olyan 6-7 darab lenne körülbelül, amit itt a ládikában van. Na úgy, hogy ilyenből készül, és ez full száraz alapanyag, még egyszer mondom, és ne keverjük össze ugye a, a fával, amit megvásárolunk, ugye azt is két-három évig kellene szárítgatni, ezt meg megveszitek, és azonnal használható, mert teljesen száraz anyagról van szó. Ezt a videót csak egy apró figyelemfelkeltésnek szántam, hogy most cselekedjetek, mert most lehet még elérhető áron, optimális áron tüzelőanyagot vásárolni. Lehet, hogy már sok helyen most sem, de gondoskodjatok előre, mert higgyétek el, nagyon nem éri meg, amikor nedves tüzelőt kell vásárolni a téli időszakban, vagy egyáltalán nem is lehet már vásárolni, ilyen is előfordulhat, ugye volt már ilyen telünk. Úgyhogy légyetek előre, látóak, szorgos hagyják, és gyűjtsétek a téli tüzelőt. Köszönöm szépen a figyelmet! Legyen szép napotok, sziasztok!